Én fiatal baloldali politikusként azt gondolom, és abban hiszek, hogy nekünk nem lehet más feladatunk ebben a megyében, az ország egyik legszegényebb megyéjében, mint hogy szorgalmazzuk a munkahelyteremtést, mint hogy csökkentsük azt az elvándorlást, ami nem csak Salgó-Tarjánban, hanem egész Nógrád megyére jellemző, és próbáljunk a fiataloknak, természetesen az idősekkel együtt olyan lehetőséget biztosítani, hogy itt tudjanak maradni, akár munkahelyen, akár pedig más szolgáltatásokon keresztül.